Felháborodott emberek tucatjai vonultak az utcára São Paulo-ban és Brazília több városában, követelve, hogy a halál angyala néven elhíresült náci háborús bűnöst, dr. Josef Mengelét fogják el és állítsák bíróság elé. Mint az közismert, a São Paulo-i Estado két oknyomozó újságírója néhány hete megjelent cikkében azt állította, hogy Mengele azonos azzal a Lénárd Sándorral, aki pár évvel ezelőtt szenzációs teljesítményt nyújtva megnyerte a televízió Bach vetélkedőjét, és óriási népszerűségre tett szert. A lap székháza előtt azóta állandósultak a tüntetések Lénárd ellen és mellett. A vádak kapcsán több művészt, tudóst és közéleti személyiséget is megkérdeztünk, hogy mi a véleménye a helyzetről. Hazugság. Gazság. Rágalom. Nem Dezső vagyok. Kiadó és könyvkereskedő. Kezeskedem Lénárdért. A világ legártatlanabb embere. Nem ő üldözött másokat. Őt üldözték. Nem náci, hanem zsidó. 8 éves korától menekülnie kellett. Menekült, hogy békén hagyják. És az egyik legnagyobb élő elme. Követelem, hogy állítsák le a sorozatot! És kérjenek tőle bocsánatot, gazemberek! Együtt nevelkedtem a Lénárddal, semmi köze Mengeléhez! Rágalom, rágalom, rágalom! Fritz Kuberle vagyok, egyetemi tanár. Lénárddal Bécsben együtt jártam az orvosi egyetemre, akinél tisztább ember nem ismerek. Követelem, hogy kérjenek tőle bocsánatot, közöljenek helyreigazítást, a rágalmazott pedig vonják felelősségre. Szövetségi képviselő vagyok, Aurelio Campos. Kezeskedem Lénárdért. Brazília büszke lehet rá, hogy itt él. Maguk is láthatták 10 éve a tévében. Ő nyerte a nevezetes Bach vetélkedőt. Milliók látták. A lágerek túlélőinek 100 000-ei nézhették, és senki sem azonosította Mengelével. Botrány. Förtelem. Jó voltam? Lénárd és Andrietta rejtegették Rómában az anyámat, pedig Lénárdnak se voltak papírjai. Amikor a fasiszták visszafoglalták Rómát, egy angol őrnagyot és amerikai hadifoglyokat bújtattak a Via del Bambino 48 legfelső emeletén. Semmiük se volt. A folyosón raktak tüzet, de a bujkálókat etették. Pedig Lénárd is életveszélyben forgott. Kövessék meg haladéktalanul.